Tusfürdő, fogkefe, fogkrém, nedves törlőkendő és még számos higiéniai termék sorakozik ezen az asztalon. A tárgyak ezután retikülökbe kerültek, melyeket pécsi megváltozott munkaképességű hölgyek kaptak ajándékba nőnap alkalmából. Hát jobban járunk minden bele, mint az édessége, jó dolog, úgyhogy szeretek kitolkozni, úgyhogy jó dolog az is, úgyhogy emberek között vagyok, jó helyen van itt, úgyhogy már fél éve itt vagyok. A vállalat, ahol a most felköszöntött nők dolgoznak, a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal együttműködve szervezte meg az eseményt. Mint azt Csizi Péter ügyvezető igazgató elmondta, maga a táska is érték, de ami benne van, nagy segítséget nyújt a rászoruló nők számára. A kézműcsoport és a Máltai Szeretetszolgálat az ország minden területén, mondhatjuk úgy, hogy kötelékben repül egymással, hiszen nagyon sok helyen mi is megjelenünk, ahol a szeretetszolgálat, gondolok itt a mi karitatív funkcióinkra, karitatív felajánlásainkra, és egyébként pedig kevesen tudják, de a Máltai Szeretetszolgálatnak is van megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató különböző üzemei, egységei, manufaktúrái. Sőt, van olyan szociális intézmény Magyarországon, ahol mi már a Máltai Szeretetszolgálat fenntartásában van, de mi, mint kézműcsoport biztosítjuk az ottani ellátottak számára a mindennapos munkát, ami mindennapi bevételt. De olyanra még nem volt példa, hogy felajánlották volna a karitatív missziójuk keretében a segítségüket a mi munkavállalóinknak, és ez most pont itt az Erfó Pécsi központjában valósul meg. A lényeg, hogy 100 hölgy munkavállalónk kap a mai napon egy olyan táskát, ami önmagában a táska is érték, mint női ritikül, de talán nagyon sokkal fontosabb, hogy hétköznapi pipere, szépészeti dolgok kerültek bele, olyan termékek, amik hétköznapinak mondhatók, viszont hátrányos helyzetű hölgyek nem biztos, hogy a mindennapok során ezt meg tudják vásárolni. Éppen ezért a missziót erősítve mi is a 100 leginkább rászoruló munkavállalónkat választottuk ki itt Pécset, hogy részesüljenek ebből az akcióból. A kezdeményezés a Nem Luxus Táska nevet viseli, ami 2018-ban indult el. Ennek célja, hogy azokon a rászoruló nőkön segítsenek, akik nem engedhetik meg maguknak a különböző higiénés termékek megvásárlását. Ehhez az akcióhoz csatlakozva a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársai jutatják el a táskákat a nehéz helyzetű hölgyekhez. Jónás Gergely regionális igazgató elmondta, minden évben ugyanúgy zajlik a program, illetve a gyűjtés. Három hölgy Budapesten, maguk is édesanyák, munkavállalók indították el ezt az akciót azzal a céllal, hogy elsősorban nagyon nagy hátrányban élő, hátrányos helyzetben élő embertársainknak tudjunk egy olyan fajta segítséget nyújtani, ami elsősorban a nőket érinti, vagy a nők számára fontos. A nőket többféle módon érintő társadalmi hátrányok jelentkezhetnek, itt mondjuk a munkavállalás kapcsán is sok olyan tabu téma van, amiről nem beszélünk, hogy ugyanaz a teljesítmény igény jelenik meg egy férfival és egy hölgyel szemben például, közben a hölgyeket több dolog is terhelheti a munkavállalás alatt, akár a gyerekvállalásra is gondolok itt, de másra dolgokra is. Az akció célja nagyon egyszerű, egy magánszemély az általa már nem nagyon használt, vagy akár még használt, de jó állapotú táskát megtölt olyan higiénés termékekkel, ami elsősorban hölgyeknek jó, itt akár testápolóra gondolhatunk, intimbetétre, különböző dolgokra, és ezt a Máltai Szeretetszolgálat segítségével juttatja el olyan embertársunknak, akiknek erre nagy szükségük van. Elsősorban hajléktalanok voltak a kezdeti időben a célcsoport, aztán több területen is, akár szociális intézményekben élők, vagy kisebb falvakban, zsáktelepülésen élő, nagyon hátrányos helyzetű emberek is már ebbe a körbe bele tartoznak, és ugye Máltai Szeretetszolgálatnak elég nagy országosan a hálózata ahhoz, hogy őket könnyen elérje. A kezdeményezés sikerét az is mutatja, hogy idén már több ezer táskát ajánlanak fel országszerte, tette hozzá Jónás Gergely. A szeretetszolgálat egyébként 800 retikült juttatott el a rászorulók számára a Dél-Dunántúlon.